Van szerencsém nagy tisztelettel köszönteni a Sportklub nézőit. 1966. július 15-én Liverpoolban a Goodison Parknál az Everton pályájáról következik a Brazília-Magyarország összecsapás. Egy erős próbálkozás, az első pillanatban mekkorát kellett védenie Geleinek. Káposzta Benő a jobb, hát hogy láthattuk az összeállításból Mátrai Mésző középen, Szepesi Gusztáv pedig a bal hátvéd, hát megvan! A második percben vezet a magyar válogatott. 11 év a korkülönbség a két játékos között, nem mer oda nézni a magyar válogatott futballistája! Mésző Kálmán pedig a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. Nemrégiben két volt kiváló magyar futballválogatott labdarúgó, Mészői Kálmán és Sallai Sándor voltak a vendégeink Komáromban. Az es során az érdeklődők sok érdekes részletet tudhattak meg pályafutásukról és a magyar labdarúgás hátteréről is. A főszervező Csémi Attila révén rövid filmbejátszásokat is láthattak a jelenlévők a magyar válogatott 1966 és 1986-os időszakot bezáró szereplésének mérkőzéseiből, melyeknek a hátteréhez fűzött kommentárt az est két vendége. A két futballlegenda kitett magáért, nyíltan, őszintén és főleg érdekfeszítően beszélt a pályafutásáról. Mészői Kálmán szokás szerint elemében volt, de őt régről ismerve ezt mindenki el is várta tőle. Lebilincselően, olykor alaposan megtűzdelve humorral, kulisszatitkokat is elárult a magyar labdarúgás a régmúlt történetiből. Volt mit mesélnie a két labdarúgó legendának, hiszen Mészői Kálmán a szőke szikla 61-szer, míg Sallai Sándor 55-ször öltötte magára a magyar válogatott mezét. Mindketten két-két világbajnokságon is szerepeltek. Ráadásul Mészői Kálmán összesítve 61 alkalommal volt a magyar válogatott vezetőedzője. Détári, Sallai, Kardos, Garaba, Sándor Imre, a Gyúró, Disztl Péter, Hanich, Burcsa, Eszterházi, Varga, Nagy Antal. Hamar keresztbe vágta, Sallai próbált belépni. Még az övé, Sanyi, remek. És az indítás se rossz, ha Eszterházi el tud vele menni. És el tudom, most kereszteznek, beadni Eszterházi, még ő. Üres a kapu, Kálmán. Gól, gól, Kovács Kálmán. Na, ez már az igazi, Sándor Imre. Eze is felugrott, aztán gyorsan visszaül, megcsókolják. Edson szerel, Edson a legkeményebb volt az NSK ellen a brazil csapatban, de jó! Kiprit Jóska, emeld vissza! Gól! Détári! Gyönyörű volt, gyönyörű! A futballrajongók számára bizonyára felejthetetlen élmény volt ez a több mint három órán át tartó találkozó és beszélgetés a két futballlegendával.